Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Traktorokkal vonultak a galamb végzősei Makó utcáin. Makón 259 érettségizőnek kezdődik meg a vizsgaidőszak hétfőn. A méhek változatos és izgalmas világa. Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Galamb József mezőgazdasági technikum és szakképzőiskola végzős tanulói különleges módon búcsúztak az oktatási intézménytől, ugyanis traktoros felvonulást tartottak csütörtökön. A fiatalok rendőri felvezetéssel, feldíszített gépekkel és zenekari kísérettel haladtak Makón, ahol több megállót is útba ejtettek. A jeles eseményre Varga Ferenc alpolgármester is ellátogatott, akit Horváth Zoltán üdvözölt. A galamb igazgatója megosztotta velünk, idén három osztályban összesen 55 ballagó diákjuk van. Mint mondta, nagyon örül neki, hogy a tavalyi évhez hasonlóan most is sikerült megszervezniük a felvonulást. Nem a mi saját ötletünk, hanem ez egy országosan elterjedt ötlet, hogy a mezőgazdasági iskolák végzősei traktoros ballagáson vesznek részt, viszont ami egyedi, amit mi tettünk hozzá, az az, hogy a Makó Város általános iskolái előtt állunk meg, és szerenádot adnak a diákok, amivel tulajdonképpen nem csak a galambiskolától, hanem az általános iskolái évektől is elbúcsúznak, hiszen az érettségi, a szakmai vizsga után kilépnek a nagymetűs életbe. Az esemény apropóján 15 mezőgazdasági munkagépet sorakoztattak fel, közülük az egyiket Takács Csabai Viktor vezette, aki 5. éven is marad majd az oktatási intézményben. A mai napot nagyon vártam, mert igazából már körülbelül 2 hónappal ezelőtt be volt reklámozva. A traktor nem sajátom, onnan kértem, ahol a nyári gyakorlatomat töltöttem. Nagyon jó kis gép, nemrégiben lett felújítva, hiba nélkül bírta az utat mezőegyestől idáig. Hát igen, az orosz technika. A megállók között szerepelt a Signum kéttannyelvű egyházi általános iskola is, ahol a tanulók dalra fakadtak. A produkcióban közreműködött a 12. ások osztályfőnöke, Surányiné Bódi Tünde is, aki elárulta, összességében jó szívvel tekint vissza az elmúlt időszakra. 4 évet töltöttünk együtt, ebből szinte másfél évet online oktatásban, tehát ez nehézséget okozott azért, de az osztály összetétele a fele mezőgazdasági technikus, a másik fele mezőgazdasági gépész technikus, és az az öröm az osztállyal kapcsolatban, hogy minden tanuló azért jött ide, mert ezt szeretné tanulni, és ezzel akar a továbbiakban is foglalkozni. Nagyon sok tanulónknak van saját családi gazdasága, valaki az elmúlt évek alatt kezdte kiépíteni a sajátját, úgyhogy nagyon motiváltak a tanulók a szakmát érintően. A tanulóknak lesz hagyományos ballagási ünnepsége is most szombaton. A műsor 10 órakor kezdődik az intézmény sportpályáján. Televíziónk is ott lesz majd a rendezvényen, melyről jövő heti híradónkban számolunk be részletesen. Jövő héten minden figyelem az érettségizőkre szegeződik. Hétfőn a magyar nyelv és irodalomírásbelikkel kezdődik az idei vizsgaidőszak, amely során 1162 helyszínen várhatóan mintegy 114.700-an érettségiznek majd, közölte az Oktatási Hivatal. Május 2-a és 23-a között szervezik meg idén az írásbeli érettségi vizsgákat, amely minden fiatal életében egy nagy erőpróbának számít. Makón 259 diáknak szoríthatunk. A hagyományokhoz híven hétfőn a magyar tantárgyra kerítenek sort, amelyből középszinten 70.944-en, emelt szinten pedig 2209 tanuló ad számot tudásáról. Majd kedden matematikából mintegy 69.000-en középszinten, több mint 5.000-en pedig emelt szinten. Szerdán történelemből középszinten több mint 66.000-en, emelt szinten mintegy 8.000 diák ír. Csütörtökön tartják az angol vizsgákat, míg másnap a német következik. Hozzátették az emelt szintű szóbelik június 1-e és 9-e között, a középszintűek június 13-a és 24-e között lesznek megtartva. Az érettségik alatt minden vizsgahelyszínen megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt kell biztosítani. A maszk viselése javasol, de nem kötelező. Az intézményekbe az iskolák helyi szabályai szerint léphetnek be a maturálók.
A Signum két tannyelvű egyházi általános iskolában önvédelmi hetet tartottak, melynek keretében rendhagyó testnevelés órákon vehettek részt a diákok. A Mokó Búdó Klub két edzője a helyes esés technikáját mutatta be a gyerekeknek, akik élvezettel hajtották végre a feladatokat. A Mokó Búdó Klub még 2018-ban volt annak a kezdeményezője, hogy esés technikai órákat tartsanak gyerekeknek, az ötlethez pedig örömmel csatlakozott a Honvédelmi Sportszövetség és két tagszervezete, a Mokó Judo Szövetség, valamint a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország. A rendhagyó eseményt később élsportolókkal, többek között Pupréka, Ungvári Miklós és Tóth Krisztián közreműködésével szervezték meg. Ekkor több mint 700 gyermek kóstolhatott bele a küzdősportok világába. A hagyományt a koronavírus szakította meg. Az ősszel érkezett a Signumtól egy felkérés, hogy tartsanak a gyerekeknek önvédelmi hetet, aminek sikere után a héten is folytatták az eséstechnikai oktatást. Ez azért amellett, hogy egyfajta praktikumot szolgál a civil életbe is, hiszen azért elcsúszni sok mindenki szokott, az előfordul, az életünk velejárója. Ezen kívül én azt hiszem, hogy az is nagyon lényeges, hogy kicsit a küzdősportok felé egyfajta orientációt, egyfajta lehetőséget felmutatni. Nyilvánvaló itt az aikido az elsősorban, ami most azért előtérbe kerül. Az egyházi iskolában egyébként többek között néptáncolhatnak a gyerekek, a Makói Kézilabda Klub szivacs kézilabda edzéseket tart, illetve nagy népszerűségnek örvend a labdarúgás is. Majorosné Rácz Krisztina az iskolai igazgatója elmondta, szeretnének minden lehetőséget megragadni, hogy a diákok építeni tudják karrierüket. Inkább egy belső építkezés, és azért nagyon fontos, hogy ez kiegészíti azt a szellemiséget, amit a Boldogasszony iskola nővérek iskolájában, mint a lelki fejlődés egyik testi támogatásaként tekintünk, mert ez egy olyan sportág, ami tulajdonképpen ezt a filozófiát tudja jól közvetíteni és segíteni. Az aikido mozgásforma egyik alapja az esés technika, melynek több csoportja is van, de mind egyet szolgál. Ha helyesen megtanulsz esni, komoly sérüléseket kerülhet. Zsilák Melinda, háromdanos mester a gyakorlatok fontosságáról számolt be. Maga az esés, illetve az esés technika is, tehát helyesen essenek, és maga az esés technika gyakorlása, illetve tanulása, az a mozgás koordinációjukat is fejlesztik. Az aikidóban legfőképp, tehát mindkét oldalra történik a gyakorlás. Nem egy oldalra, balra-jobbra, illetve megtanulják ezáltal a gyerekek az irányokat. Mi az, hogy előre, mi az, hogy hátra, mi az, hogy oldalra. A gyerekek élvezettel hajtották végre a feladatokat, köztük Kallos Ábel, aki először próbálta ki az aikidót, illetve Fekete Zsilák Zéta, ő már 3 éves kora óta űzi a sportágot. Oldalesés, előesés, tompítással, előegúlás, hátragúlás. Mennyire könnyű? Hát attól függ, hogy csináljuk, mert nekem igazából nagyon. Melyik tetszik a legjobban? Az előesés. Nekem mindegyik. Az önvédelmi óra hatására többen is kedvet kaptak a küzdősportokhoz. Közlekedésbiztonsági tájékoztatásban volt részük azoknak a kirándulni vágyóknak, akik csütörtök délután részt vettek a földnapi kerékpártúrán, amely a Tekeri Alföld rendezvénysorozat keretében valósult meg. Az első 25 regisztráló ajándékcsomagot is kapott. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően tudott megvalósulni több település bevonásával a Tekeri Alföld elnevezésű rendezvénysorozat, amelyhez többek között Makó is csatlakozott, és számos alkalommal sort kerítettek kerékpáros kirándulásokra. Ilyen volt a legutóbbi is, amelyre ellátogatott stábunk a Hagymaház elé. Az időjárás nem a legkedvezőbb arcát mutatta a kirándulni vágyóknak, de voltak olyanok, akiket a szél és a borús idő sem tántorított el. Ugye elsővel kezdődött ma a nap, és egész nap azt néztem, hogy hát ha délutánra eláll, az interneten is, meg kint is. Miért jók az ilyen napok? Azért, mert a föld napja van, és hát nagyon jó a levegőn való mozgás, a biciklizés, és látom, hogy nagyon sok fiatal van, aminek örülök, és hát szeretek kerékpározni, szeretek mozogni a levegőn,
és nagyon tetszett ez a szervezés. Én nagyon jónak tartom a kerékpárutakat, azt is, ami Apátfalvára vezet, Kiszomborra, Maroslelére. Nagyon meg vagyok elégedve a makói kerékpáros közlekedéssel, csak kerékpárral közlekedem. Mészáros Ildikó a Signum iskola tanára, aki örömmel csatlakozott az eseményhez, és megosztotta intézményük szemléletét és azt is, hogy miért vett részt a túrán. Egy kicsit hazabeszélek. Iskolánk a Signum 2006-ban kezdte újra a kerékpáros baráti kör megszervezését, és azóta minden nyáron részt veszünk egy táborban. Most az idén Békés Csabára is környékére készülünk, és ezek az alkalmak, amiket így a város szervez, nagyon jó lehetőségek ahhoz, hogy az ember karban, formában tartsa magát, és ezért szívesen csatlakozom mindenféle ilyen kezdeményezéshez. Sajnos most a vasárnapról lemaradtam, mert családi rendezvény volt, ezért most nagyon örültem, hogy csütörtökön mégiscsak rendeznek egy ilyen rövid, lájtos, kis bemelegítő túrát Maroslelére is vissza. Úgyhogy én ennek nagyon örültem, gyerekeket is nagyon szívesen hozok magammal, néhányan kaphatóak is erre. A regisztrációt követően a jelenlévőknek a makói rendőrkapitányságtól Jani Béla törzszászlós tartott közlekedésbiztonsági tájékoztatást. Emeltek is stábunknak Kovács Gábor sportszervező. Remélhetőleg ez a közlekedés biztonsági előadás azt a célját is eléri, hogy csökkenek ezek a közlekedési balesetek, amelyek a kerékpárosokat szokta érinteni. Fiatalok, idősek egyaránt jelentkeztek a mai napra. Minden regisztráló, az első 25 regisztráló ajándékcsomagot kap, amelyben különböző kerékpáros kellékeket lehet megtalálni, illetve egy nagyon kis hátizsákot. És hát ezzel is próbáltuk motiválni, hogy minél többen vegyenek részt. Sajnos az időjárás egy kicsit közbeszólt ebbe a rendezvénybe, de bízunk benne, hogy azért mindenki kellemesen fogja eltölteni ezt a közel 20 kilométeres kerékpártúrát. A jelenlévők az előadás után a helyes közlekedési szabályok betartása szerint meg is indultak Maroslele irányába a kerékpárúton, és egy kellemes délután tölthettek el a friss levegőn. Ha valaki kíváncsi a projekt részleteire, az utána olvashat a tekerjalföld.hu weboldalon. Most szombaton lesz a méhek napja, amit 1994 óta ünneplünk az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére. Következő összeállításunkban ízelítőt adunk abból, hogy milyen különlegesek is a maguk módján ezek a szorgos kis élőlények. A téma kapcsán dr. Vásárhelyi Tamás biológus, a Magyar Rovartani Társaság választmányi tagja, a Beporzók munkacsoportjának vezetője nyilatkozott televíziónknak. Hazánkban mintegy 600, világszinten pedig 20 000 faj tartozik a méhfélék csoportjába. Az átlagos hártyás szárnyúaktól, mint a hangyáktól és a darazsaktól, többek között az különbözteti meg őket, hogy nem rágó, hanem szívó szálszerű szájszervük van, mely segítségével könnyebben hozzájuthatnak a nektárhoz. Érdekesség, hogy ezeket az ízelt lábúakat, életmódjukat tekintve két nagy halmazba sorolhatjuk. Vannak társas viszonyban, valamint magányosan élő rovarok is. Azért fantasztikus a különbség, mert például a házi méhnél, amikor kiker egy dolgozó a sejtből, ahol egész lárva korábban etették, akkor elkezd tanulni, és heteken keresztül tanul, amíg a végén elhagyja a kaptárt. Megtanulja pucolni a többieknek a sejtjeit, etetni őket, megtanulja a királynőt etetni, megtanulja a hazatérő méhektől átvenni, amit azok hoztak, akkor már a kaptár bejárata körül sürgülődik, és a végén elhagyhatja. A magányos méhek esetében a picike lárva kikel a tojásból, és megeszi azt az eleséget, amit a mamája összegyűjtött. Egy év múlva kibújik, és mindent kell tudnia egyik pillanatra a másikra. Arra is kitért, ezek a rovarok az egyik legfontosabb beporzók. Óriási szerepük van abban, hogy ne legyenek beltenyészetek, változatos és életképes virágpopulációk jöhessenek létre. Szó esett továbbá arról, hogy a házi méhek bendőjükben a nektárt, szőrzetükön pedig a virágport szállítják haza a kaptárba, ahol mézet készítenek. Mint mondta, ezek az élőlények különleges módon tájékoztatják egymást arról, hogy hol találtak például egy kedvező akácerdőt. Az a repül a kaptárba, és akkor utána elkezd táncolni a többieknek, ami hogyha közel van ez az akácos, akkor csak egy egyszerű tánc, hogy valahogy jelzi, hogy milyen irányba kell repülni. Ha messze van, akkor egy ilyen 8-as mentén halad, és folyamatosan riszálja a fenekét, hogy így mondjam, tehát a potrohát rezegteti. Mennél messzebb van az akácos, annál intenzívebben rezegteti a potrohát, és a 8-asnak a közepén az egyenes szakasz,
az pedig a napállása szerint mutatja, hogy milyen irányba kell repülni, hogy odajussanak a társai. Akik felvették az illatnyomot, megkóstolták a virágport, tehát tudják, hogy mit keressenek, amikor odaérnek. Mint kiderült, a méhek napja április 30-a mellett fontos dátum még március 10-e is, ugyanis ekkor van a beporzók napja, mely szintén egy magyar kezdeményezés. Szlovén javaslatra pedig az Egyesült Nemzetek Szervezete május 20-át a méhek világnapjának nyilvánította. Mindez többek között azt a célt szolgálja, hogy felhívják a figyelmet arra, a természetet nem kizsákmányolni, hanem a lehetőségeikhez mérten óvni kell. A rovarvilág ugyanis egyre csak fogy. Ennek több oka is van. Nagy problémát jelent az élő és táplálkozási helyek beszűkülése, az invazív növények térnyerése, valamint a klímaváltozás is. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Traktorokkal vonultak a galamb végzősei Makó utcáin. Makón 259 érettségizőnek kezdődik meg a vizsgaidőszak hétfőn. A méhek változatos és izgalmas világa. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunk következik. Később az Élet kapuja, Nagy Hét és Húsvét a 250 éves Makói templomban című dokumentumfilm következik. Ezután Társalgó című színes, kulturális magazinunkat láthatják, végezetül pedig a Generációk című szépkorú magazint tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt az április 29-i péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!